hamburger vírusok szerepe a rák kialakulásában. A rákok közel 20%-a fertőző ágensekhez köthető, mint például vírusokhoz. Jelenleg 7 vírus köthető bizonyítottan az ember rákos megbetegedéseihez, és ahogy új vírusok kerülnek az emberi populációkba, a rák előfordulása és okai valószínűleg ennek megfelelően változni fognak. A modern tumorvirológia alapjait több mint egy évszázaddal ezelőtt fektették le egy rákkeltő csirkevírus felfedezésével, amit anno Nobel-díjjal ismertek el. Egy másik Nobel-díjat érdemelt ki, aki felfedezte, hogy a HPV vírus méhnyakrákot okoz, és aki köszönő beszédében arról elmélkedett, hogy talán létezik egy szarvasmarha polióma vírus, egy többszörös tumorvírus szarvasmarhákban, amely szerepet játszhat az ember vastagbél, tüdő és mellrákjában, de húsban még soha nem fedeztek fel polióma vírust, egészen mostanáig. A polióma vírusok nem csak azért adnak különös aggodalomra okot, mert köztudottan rákkeltőek, hanem azért is, mert képesek túlélni a sütési és főzési hőmérsékletet. Mivel manapság egyetlen hamburger sok tucatnyi állathúsát tartalmazhatja, úgy gondolták, hogy ezek ideális alanyok lehetnek vírusvadászathoz. Az USA Nemzeti Rákkutató Intézetének kutatói tehát egyszerűen besétáltak 3 szupermarketbe, és lekapták a polcról a húsokat, és 3 különböző polióma vírus találtak a darált marhahúsban. Nos, a puszta tény, hogy 3 polióma vírus bármikor kimutatható az élelmiszer minőségű darált marhahúsban, nem feltétlenül jelenti azt, hogy embereknél betegséget okoznak. Miért gyanakodhatott rájuk ez a Nobel-díjas szakember? Nos, először is néhányan éppen ott lettek rákosok, ahova a himlő elleni oltást kapták, egy csomó különböző rákos megbetegedés alakult ki. A vakcinát borjak bőréből nyerték, és így talán volt benne valami rákkeltő marhavírus. A vakcinát borjak bőréből nyerték, és így talán volt benne valami rákkeltő marhavírus. Sokan ki vannak téve a potenciálisan vírussal szennyezett hús- és tejtermékeknek. Az étrendjük révén viszont a húsiparban dolgozók még inkább ki vannak téve ezeknek. Érdekes lenne tehát megnézni, hogy ezekben a csoportokban gyakoribb-e a rák előfordulása. És valóban, most már egyértelműnek tűnik, hogy a húsiparban dolgozókat fokozottan fenyegeti számos különböző rákos megbetegedés, és az azokból fakadó elhalálozás kockázata. Egy másik ok arra, hogy valamilyen szarvasmarha eredetű fertőzési tényezőt gyanúsítsunk. A vastagbélrák kialakulásában az a tény, hogy azokban az országokban, ahol nem esznek sok marhahúst, a jelek szerint viszonylag alacsony a vastagbélrák aránya. És azokban az országokban, ahol hirtelen elkezdtek sok húst enni, ez az arány is megugrott. Mongólia kivételnek tűnik. Sok vörös hús, mégis alacsony vastagbélrák aránya, de ott jakot esznek, és talán a jak nem hordozza ugyanazokat a vírusokat. Nem lehetne egyszerűen elhagyni a tatárbifszteket? Még a közepesre sütött steak belseje sem biztos, hogy elér 70 Celsius fok feletti hőmérsékletet, és ennél magasabb hőmérsékletre van szükség ahhoz, hogy inaktiválódjon néhány ilyen vírus, tehát arra számítanánk, hogy a vírusok mind a sütést, mind a pasztőrözést túlélik. Ezt követően közöltek is egy olyan tanulmányt, amely szerint a tejtermékek fogyasztása az emlőrák kialakulásának egyik kockázati tényezője lehet az emberek esetében. A fejős tehenek vérében, húsában és tejében nemrég egyiben felfedezett nagyobb számú, feltehetően új vírus kérdését ki kellene vizsgálni, mivel feltételezhető, hogy a tejtermékekben jelenlévő fertőző ágensek különleges affinitással rendelkezhetnek az emlősejtek iránt, hiszen maguk is emlősejtekből származnak. Az a tény, hogy a laktózérzékenyek esetében, akik általában egész életük során kerülik a tejtermékeket, alacsonyabb a mellrák és más rákos megbetegedések aránya, úgy tűnik, alátámasztják ezt az elképzelést, bár bizonyára vannak más okok is, amelyek miatt a tejtermékek növelhetik a rák kockázatát, például a rákot támogató IGF-1 növekedési hormon szintjének növelése, vagy a mél mikrobiomunk hátrányos megváltoztatása által. Vagy ha már itt tartunk, talán a növényi alapú tejek nyújtanak védelmet nekik, amelyeket tej helyett isznak. Ez a probléma a népesség vizsgálatokkal, nem lehet elkülöníteni az okot és az okozatot. Mindegy hány vírus találunk a kiskereskedelmi marha, sertés és csirkehúsban, ha nem tudunk rámutatni az összefüggésekre. Nem lehetne egyszerűen csak megnézni, hogy ezek a vírusok jelen vannak-e az emberi daganatokban? Megpróbálták, és találtak is valamennyit, de még ha nem is találnak egyet sem, az sem jelentené feltétlenül azt, hogy a vírusok nem játszottak szerepet. A rák kialakulásáról van egy vírus általi cserbenhagyásos gázolás elmélet,
amely szerint bizonyos vírusok becsusszanhatnak a DNS-ünkbe, hogy ott elindítsák a rákot, de mire a daganat beérik, már rég eliszkoltak. Tehát sok munka áll még előttünk, de ha a szarvasmarha polióma vírusok és az emberi betegségek közötti kapcsolat beigazolódik, arra az esetre a Nemzeti Rákkutató Intézet munkatársai egy nagy hatásfokú vakcina kifejlesztését vizionálják. Tehát ahogy a HPV vakcina megelőzheti a nem biztonságos szex miatt kialakuló méhnyakrákot, egy napon talán a vakcinák előzhetik meg a nem biztonságos szűzpecsenye miatt kialakuló mell- és vastagbélrákot. There's this viral hit and run theory of cancer development.